Tisztes helytállással szeretne búcsúzni a CMB Kargóni Győr női kosárlabda csapata a nemzetközi szerepléstől. Az idei sorozatban igaz, csak egyetlen győzelmet sikerült aratni, mégis hasznos volt ez a két frontos menetelés. Ha visszaemlékezünk, azért voltak ebben a sorozatban a nagy vereségeken kívül azért nagyon szoros mérkőzéseink is, akár sztárcsapatok a Fenerbahce ellen a hazai mérkőzés, vagy az idegenbeli mérkőzés is. Tehát én azt hiszem, hogy összességében nem lehetünk elégedetlenek, ez egy nagy túra, egy nagy utazás volt, egy összérett a csapat, de el is fáradt. Vezetők is, játékosok még jobban. Én azt hiszem, hogy most egy kis és a, 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 rájátszásra azért fogunk tudni ebből tapasztalatot és erőt meríteni. Így szűrte le a tapasztalatokat a Gárda vezetőedzője, Völgyi Péter is. Sajnálja, hogy véget ér a sorozat, de örül egy kicsit, hiszen az erejük végére értek a játékosok a két frontos helytállásban. Emellett az utolsó mérkőzésen bízik a csapat jó szereplésében. A vége szakad a sorozatnak, szerintem rengeteg tanulság és rengeteg olyan dolgon, amit a később be tudunk hasznosítani, már most a, a play is, hát az alszak a záró mérkőzéseim, és hát bízom benne, hogy hogy helyt tudunk állni ezen az utolsó meccsem. Kint kurzba egy napos utazás után edzés lehetőség nélkül is viszonylag jól játszottunk két negyeden keresztül, aztán ahogy kijött a fizikális különbség, főleg lepattanózásba felülmúltak bennünket. Az együttes legújabb tagja, Markó Dorina is egyre jobban beilleszkedik a csapatba. Az u játékos számára nagy élmény, hogy részt vehet a nemzetközi kupában. Ilyenkor mindenkiben benne van a bizonyítási vágy, hogy mégis egy nagyobb szintű csapatba kerültem bele, és Hát remélem, hogy jól szálltam be, és nagyon jó élményekkel zártuk, zártam ezt az Euróligát, vagy zárni fogom majd a Kursz után meccsel. Én nagyon örültem, hogy jöhettem, és nagy lehetőségnek tartom ezt, hogy ebben a csapatban játszhatok. Az utolsó Euróliga mérkőzést szerdán 18 órakor kezdik a Győri Egyetemi Csarnokban.